Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán, engem Robinak hívnak, és a mai napon szeretném folytatni azt az utat, amelyet az előző videóban elkezdtem. Nevezetesen egy másik programot szeretnék nektek bemutatni, amelyet a karantén magányából szintén játszhattok online felületen keresztül. Természetesen ehhez szükség van arra is, hogy csatlakozzatok ahhoz a kis társasághoz, akik ezt a programot már egy ideje ismerik és játsszák is. Ez a program akár mixer névre hallgat, és egy online játszható draft program, amelyet körülbelül másfél évvel ezelőtt írt Jancsár Zoli, aki azóta nem sokat tudott hozzányúlni ehhez a programhoz, azonban nem olyan régen megkapta az új kiegészítő lapjait is, és azóta lehet játszani vele, és gyakorolni különböző draft versenyekre. A mai napon ez egy gameplay videó lesz, amelyet Holman Gabi, Bubu, Hartner Geri és Novák Jani ellen fogok játszani. Igazából ez két különböző videó lesz, mert hogy két játékot vettem föl, azonban úgy döntöttem, hogy két külön videóban fogom ezt megosztani veletek. Remélem, hogy tetszeni fog ez a program is. A mai videóhoz jó szórakozást kívánok! Jöjjön, aminek jönnie kell! És kezdjük is a kört. Hát rögtön egy fekélyes burest és egy lót havánó hasonlata a két ritka, látható a szedből a zöld nagyon jó. Igazából ezen a formátumon a fekélyes burest nem feltétlenül a világ legjobb lapja. Nagyon gondolkozom, hogy a két ritka közül biztos, hogy ki fogom az egyiket venni, de hogy melyiket, azt nem tudom. Az egy nagyon jó szín, hát a kék is jó tud lenni, hogyha jól szedjük ki a burestját, meglátjuk, elengedjük a Lothaven vahászlatát, és hát látjuk egy X8 az utazó jött. Én megmondom őszintén, a lila szín nekem nem tetszik ebben a két kiekben, úgyhogy ezt nem fogom szerintem draftolni, és igazából most nem tudom, hogy a feketére rá akarunk-e menni, de azt ki fogjuk szerintem venni, mert hát ez egy elég jó erőforrás, hogy ellen draftolunk egyet, legrosszabb esetben is. Majd meglátjuk, hogy jönnek a lapok. A fekete egyébként nem annyira ortóros szín ebben az összeállításban, hiszen több olyan leszedés is van, amely képes... Tehát több olyan leszedés is van, amelyik képes paklit égetni. De ebben a szedben én megmondom őszintén, ezt a Gletscher lámpást elég jónak látom. Azt szerintem azt fogjuk most kipikkelni. A fehér amúgy sem rossz szín. Meglátjuk, hogy mi van. Hát látható, hogy van egy kisebb jégdémon, az megint nem annyira nagyon rossz. És lehet, hogy a feketét ki fogjuk pikkelni ezúttal. Ezúttal egy fekete színű lapot fogunk pikkelni, és akkor lehet, hogy a feketét fogjuk szedni a jövőben. No, látható, hogy ha az X8-at kivettük volna, jönne egy varkaudar pusztító, ezért nem annyira nagyon-nagyon rossz lap. Van itt egy transformációs mező, ami előforrás, van egy méregcsóba, ami kifejezetten tetszik ebben a szedben. Nézzük a transformációs mezőt, szerintem én azt fogom kivenni, bár ez a burás, a teljes gondozó, nem. Kivesszük a transformációs mezőt, és tovább megyünk. Látható, hogy jön gyilkos méreg, ez több is fog jönni, és ez a méregcsóvával elég jó kombót alkot szerintem ezen a formaton. Ha hagyományos formátumban nem is eljön meg a helyét, de ettől függetlenül szerintem itt nem annyira nagyon rossz.
Főleg, amikor öten draftolunk, eléggé sokszor ki lehet szedni egy csomó méreg csomóját, úgyhogy most kivesszük a gyilkos mérget újfenn. Ez a Morgan kisújja az egyik ilyen leszedés, vagy az egyik ilyen pakli égetés, leszedés, tehát tudja ezt is, azt is. Igazából a préselés és a motyogás van még ebben a két pakli szedben. Ja, van itt egy rundát üszentés, ami gyakori tokenlapot termelhet, meg van egy leszedés, kivesszük a leszedést, meglátjuk. De most így hirtelen nem látok annyira nagyon jó lapot, ami feltétlenül kellett volna. Te gyilkos méreg, szerintem azt is kivesszük, lévén az képes lapot is húzatni a kör végén, kijátszás akkor. Ezen kívül ugye, ha egy lényen megöl egy játék, igen, tehát ezen kívül képes sebezgetni az ellenfelet, nem olyan rossz lap az. A lélekháló sem rossz, az is húzat, de szerintem ebből az összesből kivesszük ezt a lapot, és akkor itt is a méregcsóva, ami ugye jól kombózik a gyilkos méreggel, ugye, hogyha bele tudjuk lövöldözni az ellenfélbe ezt a 10 sebzést, azért ez nem annyira nagyon rossz, így hát kivesszük. Ez továbbra is egy érdekes kérdéskör. Hát most jelenleg az ős Minotaurus nem érdekes, mert nem szedtünk barnát. Van egy transformációs mező, ami... ami javíthatja a kezünkben tartott lapok minőségét. És hát akkor most elindul körbe a trash része. Kivesszük a fekete lapot, mert az most jelenleg talán elfér a kiszedett lapok között, és még használhatónak is tűnik. Reméljük nincs gond Janával, mert már megint nem pikkel. Igen, ki sikerült pikkelt. No, hát és akkor most elindul körbe az a rész, amikor már igazából semmi értékes dolog nincsen, kiveszünk egy törött pajzsot, mert miért ne. Igazából sárgát nem szedtünk eddig, pirosat sem, úgyhogy ezt elengedhetjük. Kiveszünk ezt a lélekhálót, ez végül is lapelőnyt biztosít, nem annyira feltétlenül nem annyira rossz, úgyhogy kiveszünk és meglátjuk, hogy mi jön még mellé. Hát van egy Jónás rájának, ami megakadályoz egy lapot, ami egyébként annyira végül is nem feltétlenül hülyeség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most tök mindegy, nem biztos, hogy ezzel játszanék, de kiveszem, hát ha... Hát itt már végül is csak a trash megy, mert semmi, csak szemét van. Kiveszünk valamit random, kivehettük volna a szikrát, hát ha valakinek megtetszik. Trash, tehát igazából minden, hogy mit veszünk ki belőle. Bocsánat. És beszedelmes kincs láthatóan senkinek nem kellett. Aztán kiveszünk még egy tokent. Még egy tokent, és végül egy szikra maradt, ezt kivesszük. No, látható, hogy ilyenkor meg tudjuk nézni, hogy miket draftoltunk. Hát igazából kékből se, meg feketéből se draftoltunk annyira veszettül sok mindent, mert feketéből sikerült két ritkát is kivenni, és az egyik előforrás, az egyik kör tud szakítani, gyógyítani tud, az annyira nem is rossz. A kékből jó ez az isteni lap, bár igazából ugye ezen a formaton a reakciókenterek nem annyira erősek. Fehérből nem igazán tudtunk bocsánat, nem igazán tudtunk kiszedni mást. Mindjárt iszok, mert kiszáll a torkom, és ilyenkor azért kövölök.
Szóval fehérből ezt a gecserlámást tudtuk, de láthatom mindenki kész, úgyhogy én is nyomok egy készen, vagyok vissza, állítom a dolgot, láthatod, hogy fordult a kör, itt látható, hogy ötten vagyunk, és eddig erre mentünk, most ebbe az irányba fogunk menni, úgyhogy most Hartner Geri szűr engem, ami nagyon érdekes, rögtön jött egy brutális lény, egy méreg sárkány, ami életes leszedés, hát brutálisan tudja oldogatni az asztalt, tudom, mert frissen bontottan is volt egy ilyen, és szinte mindig megnyerte a játékot, úgyhogy ezt most kivesszük ezerrel. Mert itt van egy pletykafészek kísértett kölyök, tehát látható, hogy a kék szekciója nem olyan rossz ennek az élőhold inváziónak, illetve itt a hóvarázs, ami szintén működőképes lenne, vagy egy jégdiszkosz a feketéből, tehát igazából a színeink közül Lilát nem veszünk ki, Manuka Kölipsz is nem jó, Targantula sem csinál semmi extrát, és itt egy pletykafészek. Látod, hogy itt van egy szirén csapda is, de hát a pletykafészek mégiscsak egy erőforrás, tehát azt fogjuk kivenni. Szedni fogjuk a kéket, az már egyébként is eldölt, hogy az isteni lapjánál, hogy valószínűleg fogjuk szedni, és itt egy szirén csapda, ami lényt lop, vagy ami egyes permanens lop, az nem rossz, ezt kivesszük gyorsan. Jana megint nem pikkel, vagy lassan. Úgyhogy rendben vagyunk. Hát itt egy másik pletykafészek, szerintem ezt fogjuk kivenni ebből a szedből. Ez egész jónak tűnik. Igazából mellette van egy kísértett kölyök is, meg egy hóvarázs is. De hát igazából a pletykafészek ez nekem tetszik. Azt hiszem kivesszük azt. És haladunk tovább, amennyiben MC Hofi és Jana szintén választanak valamit. Igazából továbbugrunk, és itt is egy pletykafészek, kísértett kölyök. Hát innen szerintem ki fogjuk venni a kísértett kölyköt, mert lassan, és ott egy motyogás. Motyogás! Hát az is tetszetős. Igazából az égeti az ellenfél dekét, leszed egy lapot. Nem annyira nagyon-nagyon rossz. Vegyük ki azt. Ez tetszik. Kísértett kölyök, hóvarázs. Láthatóan nem nagyon szedik senki a kéket, fehéret. És mennek körbe a kísértett kölyökök, hóvarázsok, jégdiszkoszok. No. Kíváncsi vagyok, hogy ki mit szed. Kivesszük a leszedéses varázslatot. Itt egy szirén csapda, tényleg nem szedi senki a kéket. Az egy elég erős lap. Ezen a formaton meg pláne. Egy zanszilánkért lop. Nem rossz. Egy zanszilánkért meg egy varázs pontért ellop valamit. Ez nem annyira nagyon rossz. Egy egyes permanens. No, és akkor látható, hogy jön egy szorgalmas főnix, az sem annyira nagyon rossz lap, az visszavesz a gyűjtőből, szóval igazából azt is kivehetjük. Egészen jól alakul a fehér, a kék és a zöld szekció, és itt ismételten egy hóvarázs, azt kivesszük, mert az elég jó. Nem tudom, hogy ki mit szed, de elég jól mentek körbe a kísértett kölykök, szirén csapdák, hasonlók. Úgyhogy, és megint egy hóvarázs kísértett kölyök páros, hát most a kísértett kölyköt fogjuk kivenni, bár jó a hóvarázs, de azért a lény is kell a deckünkbe, úgyhogy kivesszük a kísértett kölyköt. Egészen jól alakul ebben a kék és a fehér szekció, és láthatóan itt jön egy
Jégdiszkosz ebben a körben ez egy egészen jó választásnak tűnik elsőre. Tehát úgy néz ki, hogy kialakult a négy szín, a zöld, a fekete, a fehér és a kék formájában. Jöttünk egy jégdiszkoszt, ez egy elég jó lap. Elég szépen lövöldözi le az ellenfél lényeit, és itt viszont kivesszük a kvargya növesztést, mert hogy az erőforrás és egy zöld lap. Igazából, ahogy néztem, kentereket nem nagyon tudtunk kiszedni az összesből. Úgyhogy... És hát akkor itt ugye a direkt sebző vonalból, hogyha direkt sebző vonalat szednénk, a kitartás hírnöke az egy nagyon jó lap lenne. Meg hát igazából ez a tűztemető is, tehát hogy elég érdekes választás, nem tudom, hogy ki mit szed, de érdekes módon ilyenek maradtak benn. Az előbb itt valaki megjegyezte, hogy még a két goblin tolvaj ment két kört. Úgyhogy, hát nem tudom, ebből kivesszük a kísértet, azt talán nem, mennyire nem érdekes, de mindegy, kivesszük a kék lapot, kivesszük ebből is a, vagy eledraftoljuk ezt a törpét, ezt kivesszük. Hát igen, érdekes a dolog. Aztán látható, hogy ez a gokma, ez ment több kört is. Hát én kiveszem innen már a sárgát, mert az egészen, ez ugye, hogy valaki esetleg barnát szedne, a kövek hatalmas tud adni neki erőforrásokat. Felekpusztítom a sinelját, kivesszük. Innen is a kövek hatalmát kivesszük. Gyakorlatilag ezek már nem annyira arra megy, hogy saját magamnak szedjek, sokkal inkább arra, hogy a másik játékos ne szedje ki az erőforrásokat. Hát látom, ez egy sokadik kísértett vándor, ami egyébként nem jó lap, de hát mindegy, kivettük az utolsó lapot, és megnézzük, hogy hogy állunk. Látható, egyébként ki lehet kapcsolni mindent, és akkor mondjuk meg tudjuk nézni a sötét zöldből, mik vannak kiszedve. Hát látható, hogy ugye itt van egy méregsárkányunk, ami azért elég jónak számít. Van egy méregcsóvánk, leszedésünk, egy gyilkos mérünk, tehát elég jól nézzük a kéket. Hát ugye a kékből a két pletykafészek, két szilémcsapda, kísértett vándor és fekélyes bulestje mind jónak számítanak. Aztán, hogyha nézzük a fehéret, hát ugye itt van két jégvanásunk, egy szorgalmas főnixünk és egy gletszerlámpásunk. Ez nem különösebben erős, de igazából ha létrejön egy ilyen gletszerlámpás, azért az elég komolyan el tudja tenni az ellenfelet. És volt még a feketénk, amelyből volt két ritkánk, illetve ez a motyogás, ezt kivettük. Visszakapcsoljuk az összeset vissza, és rányomunk, hogy mehessünk tovább, mert mindenki más elvégzett, és már indul is a második TD-s kör. És egy Taurus, egy Gak. Hát érdekes a választási lehetőség. Ugye itt nem tudunk egyszerre két istenit használni. A Gak az egy egészen vállalható lapocska. A Taurus, hát aztán nem szeretnénk, hogy tovább menjen, de mindegy, egyelőre most kipikkeljük a Gakot. És látható, hogy jött még egy fekete erőforrás lap, ritka, energiamotyogó, ugye, hogyha egy kicsit jobban szednénk még a paklégetős vonalat, mint például ezt a préselést, akkor ez egy kifejezetten jó erőforrás lenne, de ki is vesszük.
meglátjuk, hogy alakul a draft további része. És ismételten egy X8, az első körben is volt egy. Itt egy préselés, ezt ki is fogjuk venni szerintem, mert hogy akkor vegyünk ki paklégetős leszedést. Úgyhogy kikapjuk belőle, és már pörgünk is tovább. Ez az álmosító manó se olyan nagyon-nagyon rossz, mintha kétszer olyan rossz lenne, ugye? És hát ugye transformációs mezőből nem kell több, hát azért az végtelen benne nem szedném, hát legyen ez a tojásgondozó, vagy ez a ragyásból estja. Végül is ez annyira nem rossz, kivesszük azt. És látható, hogy jött egy jéghozó, ami én megmondom őszintén nagyon szeretek, többször játszottam, próbálgattam hálós deckbe, rettentő jól működik együtt ezzel a Gletscher lámpással, nagyon komoly lokkokat tud csinálni, legalábbis abból a szempontból, hogy az ellenfél kijátszik két lapot, aztán leszedjük az összeset, és különben meg nem működnek az aktivást kívánó hatásai. Szóval én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt ki is fogom venni. Itt van egy ezüst sörényű Pegazus, ami csábít, azért az annyira nem rossz. Igazából van egy leszedés, egy gyógyítás fájdalma. Kivesszük a zöld gyógyítás fájdalmát. Itt is egy préselés, ezt is ki fogjuk venni, mert azt hiszem, hogy csak ez a két darab van most ebben a körben, és nem szeretném, hogyha valakinek megfordulna a fejébe, hogy azt kiveszi. Úgyhogy kikapjuk, és már is itt vagyunk a következő körön, és hát itt egy álmosító manó. Hát... Igazából Zeiss nem szedjük, a Kaminosaurus nem igazán. Pupos burástya... És van egy pár burástyánk. Kivesszük azt. Azt mondja, hogy ott egy varázslatkánter, igazából más, nem is, egy leszedés, igazából, de láthatóan senki nem nagyon szedegeti, úgyhogy kivesszük a kántert, meglátjuk. Itt a Gletscher lámpás körbeért, úgyhogy mivel már van két jeges lapunk, ezt kivesszük mellé harmadiknak, így javítunk ezen a dolgon, aztán itt már nem annyira vannak hasznos lapok, itt van a Timera hőse, ami képes lehet magára két izomjelzőt rakni, vagy egy Morgan kisúlya. Kivesszük a Timera hősét. Végül is ennek nincs jelentősége. És ismételten egy Timera hőse, egy végzetes vonzerő, ami színekben nekünk jó, az a transformációs mező, de igazából ebből nem kell végtelen mennyiség. Igazából nem szeretnénk feltétlenül ezt húzni, inkább a lényt vesszük ki. És látható, hogy körbejött az álmosító manó, ami egyébként nem annyira erős lap. Ugyanakkor viszont ugye van nekünk kettes költségű lapunk, nem is egy. És igazából akárki is tudhat jönni, de inkább kiveszünk a countert. Innen is. Rizikó. Annyira nem veszi senki ezt a transformációs mezőt, hogy kénytelen leszek kipikkelni belőle még egyet. És itt is jön egy, hát nem tudom, egyik se az igazi. Énként azt nem is értem azt a rundát összentését, miért nem veszi ki senki, mert hát igazából termel egy
token lapot, ami akár egy Phoenix fiókkal is lehet, szóval is értem, hogy miért nem. Én nem szeretem a sárgát jelen pillanatban, de igazából nem tudom. Törött pajzs, gyónás, törött pajzs, kiveszük egy törött pajzsot, aztán itt már igazából semmi értékes nincs, kiveszünk egy token lapot, kiveszük ezt a kéket, teljesen mindegy, ez már nem lényegi, nem azt nem szoroz. És akkor látható, hogy ugye a tiltott lapok, a sík, meg a két követő. Tovább is dobjuk a két követőt. Hamarosan aztán kapunk két lapot, abból kivesszük a lényt, és egy token lap. Ezzel be is fejeződött az első kör. Fogunk még menni, úgyhogy nem fogom lelőni most a streamet, vagy hát ezt a videót, hanem fogunk tovább menni. Ugye itt kivesszük, berakjuk a sötét zöldet, a fehéret, a kéket és a feketét. Ugye így szedtünk, ezek azok a színek, amiből jobb lapokat próbáltam kikaparni. Na, valamiért nem akarja a tutit. És berakta a feketéket is, rendben. Ugye, ahhoz, hogy ezt lássuk, ezt lejjebb tudjuk venni a nagyítását, és minél kisebben leszünk, annál inkább át fogjuk tudni látni, hogy mit szedtünk ki. Ez egy érdekes kérdés, hogy ez hány lap, mert ezt nem írja ki a maga a program, de talán elég lenne ahhoz, hogy leüljünk egy draft kört játszani. Talán. Negyvennégy, hát igen, elég lenne. Ja, és még egy. Egyet veszünk lejjebb, és akkor többiekkel megosztjuk gyorsan a képet, aztán elszállunk egy technikai szünetre, és rögtön jövünk vissza. Ennyi lett volna már ez a videó. A mai videó időpontjában rögzítettem egy másik játékot is, azt pár nap múlva fogom felrakni a csatornára, azt megvágom, és szintén hasonló módon kikerül, mint ez. Amennyiben gondoljátok, jelentkezzetek, és vegyük fel a kapcsolatot, hogyha érdekel titeket egy ilyesfajta program is. A mai napon fogtok kapni még egy videót, hiszen a mai napon egy éves a csatorna, azaz egy évvel ezelőtt került föl ez első videó az újkori időszámítást figyelembe véve, mert hogy maga a csatorna jóval régebbi, de az első videó az csak egy évvel ezelőtt került fel. Nagyon örülnék neki, hogyha azt is megnéznétek, és ezt is, és mivel egy éves a csatorna, ezért lájkoljátok, és iratkozzatok fel, mert hogy nekem az a fontos, hogy a közösséget minél szélesebb körben elérjem, ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha feliratkoztok. Aki eddig követett, annak nagyon szépen köszönöm, azt kövessen ezután is, aki pedig új, azt pedig üdvözlöm, és remélem, fog találni sok olyan dolgot a csatorna videói között, ami őt érdekli. Köszönöm a figyelmeteket! Sziasztok!